Köszöntök minden kedves nézőt, hallgatót, vagy a mélyen tisztelt publikumot, de nem vagyok valami politikus, hogy ilyeneket mondjak, ezért csak annyit mondok, hogy itt Gaten Orr beszél, ez pedig a Ballad of Gaten-i következő kiadása része. Kiadása? Hol élek én? Na mindegy. És hát folytassuk is. Most, hogy elindította a videót, egy ilyen, nem tudom, milyen érzés támadt az ötletem, vagy a fejembe. Az, hogy jól laggol a játék, úgyhogy szerintem kilépek a videó feltöltéséből. De most, mintha abba hagyta volna, na mindegy. Na nem ez volt az eszembe ám, de nem ám. Hanem az, hogy mindjárt vége a nyáron, gyerekek. Mindjárt vége. Gyakorlat lesz már jövő hét péntektől. És milyen hamar eltelt. Most így iskola lesz, már egyre kevesebb videótól majd készülni felrakni, de a minőségben sose lesz hiány, és ez nem tudom mi volt az a... Ez nem tudom mi volt. Mindegy. Azt hittem Jusuf ad küldetés, de nem is küldetés, hanem a kocsiját, na mindegy. Nagyon eltelt az anyá, gyerekek. De azért jó volt videózgatni. De nem, mintha már vége lenne. Még itt van még, 17-e van, 18. augusztus, de akkor is. Most már nem énekelhetem azt, hogy na mindegy. Na, és akkor tényleg is vissza a játékra, mivel szerintem egy játékot játszunk, nem most a én érzéseimről van szó. Emotion. Na, Jusuf ide adta a kocsiját, bármikor elvessék ezt a gyönyörű kocsit, nekem nagyon tetszik. Adott hozzá egy aranyúzzit, bizonyára neki három van, vagy úgy mondta neki három van. Ah, emlegetett Jusuf. Hogy ne tetszene az autó? Hát most mondom, hogy tetszik. Most mondom, hogy három van neki. Laggoljál be, hát mit érdekel ez engemet? Oké. Mondom én, neki van három. Azért jó lenne nekem is ilyen aranyúzzi. Nem tudom mire fel, de jó van. Száma? Ja, elnézést. Na. Akkor gyerünk Tonyhoz. Most melyik küldetést is adja? Már régen voltam Tonynál, a főnöknél. Mi volt ez a polifonikus csengőhang? Ja, az a konyhában volt, oké. Hölgyek éjszakája. Jó kezdődik. Nappal van. Mint egy kicsit ideges lenne Tony. Jaj, most rabolták el Gracie-t. Tudom már. Nico, elnyi a kis csinos pofádat. Szegény Gracie. Nem szeretem ezt a küldetést, mert össze-vissza kell repülgetni a városba, követni Pekit. Nagyon nem szeretem ezt a küldetést. El szoktam cseszni néhányszor. És egy olasz, kövér, egy kicsit kövéres, szőke rivancot kell mostan keresni, nagyszerű. Hol van már a szép kis nyár? Milyen tévéd van, Tony? Panoramik? Ja, azt hittem már Samsung, hogy valami ilyesmi. Nekem már új főnököm van. Ray Bulgarin. Kiss our stars, mate. Na! Kis pisztoly! Gay Tony vagy? Kis pisztoly? Na, az se azért. Tony, hey! Na, mennyit kokócítam már megint? Ne, Tony! Na, te, hey, ho! Na! Ezt megérdemelted. Nem volt kibiztosítva. Én már ezt csak tudom. Mondják is majd. Úgy látom, Tony ebben a szemekben rózsaszínben lássa a világot. Most egy ölelés. Kiss.
Nincs küsz. Mindegy. Aj, de jó, hogy ezt a kopasz fehérkát ilyen közelről látnom Lewisnek. Rakjunk már valami zenét, van, ott volt a csomó ilyen lemez, hogy mi az, gramofon van, mi volt az? Én izétől kérem, a Dévényi Tűbácsitól bácsitól. Ő lehet ezzel a kocsival menni? Lehet, oké, okay. Ha. Yusuf kocsijával megyünk? Most már ennyi, mert. Ez az, így ugolj be! Vice City semmi, köszi Tony. Sokkal gyorsabban odaérünk. Mint az a... már elnézést. Jól néz ki az a kocsi... Jaj, az én voltam. Vannak kisebb grafikai glitchek, meg ilyen hülyeség, de jó van. Közben videót töltök fel, de ne zavarjon ez minket. Úgy emlékszem, már Tony nem sok küldetésről majd nekünk. Ez ma utolsó előtti, valami ilyesmi. Ugye még ott van Mori, Ray Bulgarin, kb. Ennyi. Yusuf Sharn már nekünk küldetést. Nem mindjárt a vége felé közeledünk. Nem tudom, hogy így augusztusra befejezem ezt a játékot, így nyárára. Száme? Ja, ne, nem ez a lényeg. Hát, remélem, mert ugye még van egy-két végigjátszás, Scarface végigjátszás, most ott van. Jön a Sims 4 is, nagyon jó. Kövezzetek meg! Mi ez a hülye dugó? Ennyien még a... Igazi New Yorkban sincs ennyi kocsi itt a alagútban, hát nem igaz, inkább megyek itt. Ez mi? Uzi. Nekem már nem kell ilyen szar Uzi. Most lennék hülye, hogyha egy ilyen kis Uzit egy arany Uzi helyet cserélnék le. Arany Uzi. Most meg ott van a tömeg, ez igen. Ilyen kocsit nem láthatok még ebbe a alagútban, mi? Rakó. Most kaptam egy MMS-t a rablóktól. Nem néz ki jól Gracie. Lewisnek igaza van. Biztos most kaptam meg Tony azt a képet, mikor a G4-be le kellett fényképeznünk, ugye Gracie, mikor ki volt kötözve. Az jó küldetés volt. Jó, rövid. Na, végre ide értünk. Lehet taxival kellett volna menni, hogy gyorsabb lett volna. Don't you... Afro? Oké. Okay. Don't you hold back? Jaj, most a Ansadotti helikopterével kell menni, nagyszerű. Tony, kösd be magad. Ejtőernyőt felveszük. Mert... én azért gondolok a rosszabbik esetre, hogyha esetleg lezuhannánk. Még a gyanúsított, az igen. Perky McCrary. Egy fokkal jobb a helikopteres küldetés, mint a hajós. Egy fokkal. Jó, azon gondolkodok, hogy lehet venni kéne egy kamerát, hogy arcot is lehessen látni, de ez majd, hogyha esetleg richebb leszek, vagy gazdagabb magyarul, akkor fog ez beváltani. Nem biztos, még majd kiderül. Kell a hely is neki. Fair enough. Én csak olyan csókat keresek, amik egy éjszakás kalandokra valók. Érted, Tony? Na, szerintem itt vagyunk, mert itt van a McCrary ház. Laggoljá! A földgömb. Ott van, ott a kamöt. Nem tudom Pekinek, hogy telik ilyen jó kis kamöt, de jó van. Peki! My man! Téged is lehet látni ezekben a szomorú időkben. Legalább most süt a nap. Most. Á, nem gyanús, nem gyanús, hogy lenne gyanús? Nem gyanús, hogy nem látsz, hogy helikopter zúg. Mi ez a zúgás, gondolja Peki? Bizonyára semmi, gondolja Peki. Legalább lenne ilyen követésmérő, hogy mi a szar.
De capslockkal úgy tudom rá lehet célozni az emberre, csak így sokkal mozisabb, de sokkal nehezebb is. Jó lesz az így, reméljük, ha nem ütközik frontálisan Peki, de bírja az magát. Vajon neki kell lefizetni a kapuknál? Szerintem fizetnie kellett. Szóval Peki miatt bukunk le. Peki miatt kell átszerítve a csajt másról. Hát Peki, hát nem igaz. Nem veszed észre, hogy egy helikopter üldöz téged. Na jó, ebbe a kaszrokba elég, mert nem látok már semmit. Váltsunk rádiót. Fucking hot bitch! Budó után, amikor ez jön be. Jaj. Oké. Neki mennénk már valami nagy háznak. De jó, realisztikus. A helikopternek a ütközés már egyből leszakad a propeller. Nem mint a Vice City-ben vagy a Sanders, hogy ég, az szikrázik, azt tudja kigyúlod. Itt nincsen mese abban. Jújj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 
valahol el szoktam veszíteni. Az a hülye kamettjével megy, miért nem megy valami manenával, hogy mit tudjam én. Kám 5 kell egyből. Jó, hát akkor még holnap utána se jönnénk oda. De akkor is honnan van pénze? Hát mondjuk gangster lop meg ilyesmi, akkor jó. Na most merre ment Peki? Nem látom amúgy, gyerekek. Ott van. Jerry! Jajjaj, itten lesz a szíves. Jó Isten megállja titeket, mikor beraktátok ezt a küldetést. Szerintem jók vagyunk. Ajjaj. Merre van? Jaj, ott van. Jújj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 
úgy emlékszek. Ja, oda ment be. Jújj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 
akkor lennék szarva, hogy nem tudnám. De már 100-szor voltam otthon, nem 200-szor. Közben nem tudom, milyen hülyeségek beszélnek Tonyék, de valami... Hogyha a Dáku közben jön, akkor itt már bajok vannak. Vice City FM-re akartam menni. Ja, jó hamar kiérti, még kávét meg akartam inni. Még kiérsz? Jújjújjújjújj! Hú, ennek is majdnem neki mentem. Most közben azt beszélik, hogy valami rózsaszín kocsival terelték el Grayson-nak a figyelmét, vagyis hogy megvásároljuk a kocsiját, ugye Nico volt. Óriás pélószobrok vannak közben Tonynak a lakásában. Nagyon jó. Én nem láttam. Volt egy, amit vettél. Művészet volt, gics. Uram, atyám. De jól fizet Gétoni, az a lényeg, nem? De Becky már bejárja egész ez Liberty City, de nem menne oda rejtek helyre. Egy napba kerül, mire odaér amúgy. Jaj, meglátogatom már Gracie-éket. Elindulok 10-kor, na, estén odaér. Na, hova mész? Másik városban? Nem, csak a másik izé. Szigetre. Most azt hittem itt először, hogy átszállt egy másik kocsiba, azt követtem azt a fehér kocsit. Azt közben akkor ez valami elterelés lett volna Peki részéről, ugye, hogy bemegy arra a parkolóházhoz, azt hiszi, hogy nem tudom mit hitt, hogy nem megyünk el, vagy tudja, hogy valamit sejt Peki a kopasz fejével. Itt áll meg szerintem, és itt ugye, hogyha kiszállnánk, vagy bemennénk, akkor Mission Island, mert kockáztatjuk Gracie-nek a testi épségét. Ha mindegy, majd a többiek elintézik, ánszalották. Azért nem sikerül majd elkapni Nikóékat. Uram, atyám. Na, nem mindegy, szerintem sikerült ez a küldetés. És még szerintem a helikopternek a épség is nem ment le 100%-ról. Na.
meg is lennünk. Valószínűleg. Gerinc osztopunk. Én próbálok leszállni. Szépen, óvatosan, óvatosan. Oké, sikerült. Na még nézzük ezt a helikoptert, mi 5 óra összeg, ezt majd utána lesz valami. See you soon, partner. Gyorsabban. Most elesne. Hoppá, leesik. Na, hé! Feka néni, a szajtról rossz hagytad. Nem kell már? Fújunk abba, valami drog van. Én megérzem az ilyesmit, gyorsan, 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 gyorsan. Mi a idő, mindegy. Valaki felvette. Valaki felvette a szatyrot. Aha, ilyen csere volt. Szépen lejti, a üzlet, vagy a ügyfél meg felveszi a csomagot. Aha. Rendőr úr, maga nem látott semmit. Egy kicsit pedig esítettem magam, srácok. Ha. Nem tudom, minek nevettem most. Ha. 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 Ez a hülye ejtőernyő annyira idegesít. Fel se kellett volna vennünk. Most addig rajtunk lesz, amíg nem ejtőernyőzünk. A szóval játék végig nem fogok ejtőernyőzni. Nem kellett volna. Na, nem meg a alagútba. Dugóba. Ismeretlen hívó. It's Ray Bulgarian. Jaj, Rocco. G5-ben megdől lesz. Tony. A rakkot nem fordított, fordították a sziklára. Még jó. Tony's gonna calm down as soon as you stop sending us on suicide mission. Oh, look at my position. Some szerintem megnézem azt a emberikont, úgytom már több emberikont nem is raknak be, már csak ő a utolsó láncem. Tehát akkor menjünk is oda. Úgy tudom Bronxban van, vagyis Bohámban. No. Értitek, de közben internet kávézó, vagy ott egy kurva. Internet kávézó is bemegyek közben. Ezek meddig beszélnek? Már egy, mindjárt senki se beszélt még egy percen felül. Á, ő sem ment fel egy perc, 59. Hát gondolják, hogy Rocco is tudja, hogy milyen 2008-os milyen drága volt a perc díjak. Azt nem is ment fel egy perc fölé. Na, már 5 e-mailem van. Ezt nem ismerem, Sejla, Asrom, ki vagy te? Ezek csomó ilyen spam levelek, hogy Daisy. Jaj, mégis megházasodok, lesz esküvő. A szerencséd, a férjed egy nem szerencsés fickó. Kalózok, ezt tudjuk. Na, a Celebrinátor biztos már jókat ír rólunk. Oho. Ho. Ohohoho. Na mindegy. Na, most már Rocco telefonszám is megmondom, de minek? Mivel ő úgytom egyszer fog hinni a játékba, mint Brian a Lost Andam nedve. De jó van. Ja, már nem, mert már egyszer hívott, akkor kétszer elnézést. Akkor több értelme, mint Brian-nak. Sokkal. Jaj! Júj! Kis, ez a szél miatt volt. Erősít a széllökések mama házánál. Na, a kurva már ült is. Biztos fáj a segg. Na, akkor is. Már tudom, hol van. Jó, hamar elfelejtettem, de elfelejtettem. Tüm. De miért van ennyien dugó ebbe a hülye kihozott városba? Jó, Liberty City, tudom, oké. Értékelem. Borulj fel! Ez kell ide. Szóval szedhetem a véres cseppet egy óra száig. Nem tudom, hogy jött ide. De itt vagyunk, Carmen Ortiz házához közel. De nem megyünk most be Exenkhöz, majd bemegy Nico. Már szemét leszek egy kicsit, de ennyi pénze nincs, hogy egy utcai telefont használsz. Nem a mobilodat, ennyi nincs, oké. Okay. Viszontlátás. Na és itt van valami emberi gond. Jaj, szegény csöves. Jaj, ott van hogy hívják, az olasz. A spanyol. Arnaud.
What are you doing down here, bro? Yeah, you know that. Well, we had a little incident. I don't mind when the girl play rough, but when the pimp come in and he plays rough too, oh, la, 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 la. What happened, bro? I tell you, it is a bad combination. Chinese opium and Brazilian prostitute? No, 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 no. Yeah, no doubt, man. Von tavaly nem menjek kínai negyedbe. Az ketchup a szádon. When the pimp comes in, he steals my wallet and gives me a good beating. For watching too much television? Somehow. Most nevettek. Louis nem mindig láttam viccelőni, meg ő nagyon komoly karakter. De most nevetett. Na ez is valami, egy kicsit nevetett, elnevette magát. De Nico is mindig röhögött. Johnny Klebitz is, de Louis nem nagyon. Well, maybe you can help me get back the wallet. Hey, compared to the shit I dealt with today, okay, that doesn't sound so shady. Hey, a szarhoz képest, amivel ma dolgom volt, hát elég szar volt, de csak helikoptert kellett vezetnem. Akkor ez a PMP-vel menjünk? Na végre eltették ezt a szaros ejtőelnyőmet. Én szerzek másik kocsit. Ez jó kocsi, ez jó kocsi, a színe nem tetszik. Jajaj, na. De jó kocsi lett volna. Akkor is az enyém lesz. Jaj, te is jössz, Arnold. Arnoldnak neveznek, oké? Okay? Arnold, azt könnyebben tudom kimondani, mert könnyebben jut eszembe. Arnold. Jössz? De ne a úton mennyi elütnek. Most Spanyolországban úton szoktok menni? Na ott a én kocsim. Nem ő. Ő. Ezt még nem vezettem. Ó, hogy nem tudom kinyitni. Menj már innen, hülye PMP. Na, Arnold, ezt Spanyolországban tanultad? Így csináljuk elszíven. Szóval a csaj lelépett a pénzeddel, ugye? Elkapjuk a ribancot. Talán több élményt kellett volna. Ugye nem vett részre, hogy kurva volt, ugye? Hát ilyen, én sem tudtam, hogy Michel egy kurva, de rájöttem. Csak akkor már késő volt, barátom. Késő volt. Mondj egy példát. 2 meg 2 az egy 22 éves lány elhagyta a Middle Parki lakását. Eddig megvan. Egy kávén járt az esze, biztos álmos is volt még akkor. Utána mesztelenül fűtött pezsgében a hotelszobában. Akkor mennyi pezsgőt kellett önteni, hogy liter? 10 litert, hogy abba fürödjön. Utána kokaint is szívott és kaviárt evett. És utána már... Az is ment. És utána kiderült, hogy kurva és a stricinek dolgozik. Oké. Okay. És Louis be akarja mutatni Gatonnak Arnoldot. Ez mi volt? Arnold biztos csinálni a Gatonival. Ezt csinálni, hogy száma. Száma. Nyári éjszakában. Ott a kurva is, és ott a srici is. A pervers visszatért. Francia csodabogár. Scheisse, az közben valaki németül. Scheisse, francia csodabogár németül valaki. Scheisse. Ugye most ki kéne nyílni a csávót. Mindig ez a lövöldözés megy. Övöldözés, mondtam majdnem. Oké, kinyíljuk. Yusuf aranyúzziával. Hol van már a kéci nyár? Na. Nem szabad eljutni a kapukig. Ne, nem fizettél $5. Ó, na nekem se adtál be a körülést. Ez szép volt, bátya. Onnan már nem jutsz ki élve. Jó, csak a pénztárca ne gyulladjon meg. A pénztárca ne égjen fel, vagy robbanjon fel, égjen fel. Én égek mindjárt fel a égéstől. Elkapjuk azt a sücit. Jaj, Arnold! Aranyúzzival csinálom meg. Aranyember vagyok. Bocsi!
Mit csinálsz, nyomorék? Ilyen hülye megkolás már régen láttam. Belerőgöz a feje beleve sziklába. Hát ez igen. Na megvan a pénztárca. Arnold meg eltűnt. A nyomorék. Már mindkettő. Na hogy azért adják nekem a visszomfájlát, mert olyan... Már beszélni sem tudok, na már olyan lesz, hogy tudjátok. Tudjátok a izének a lánya, a mancikának, a kisfiának, a testvérének, a keresztanyjának. Tudjátok a izé, a olyan, annak tudjátok. Jaj, Arnold! Rám hoztad a szívinfarktust. Még egy horrorfilmbe is beleillő jelenet lett volna ez, vagy volt is. Most már itt nem kell fizetni, oké? Majd küldök egy Milka csokoládét. Úgy látszik, nem volt neki elég a Milka csokoládé. Jaj! Nem kell dumálnod, hogy rázd a zsarukat. Tudom, hogy le kell rázni a zsarukat. Ennyire hülye nem vagyok. Dominikai vagyok, bazd meg. Elnézést. Nem félek a zsaruktól. 17 voltam. Mikor? A húgomat meg akarták baszni. És meg is baszták. Nem tudom, hogy került a történet ide, de így volt, hát megmondja Mancikának a lány is. Hát tudjátok, a Bözsikének a testvére, tudod, aki 1974-ben lelőtte a galambot, tudjátok, annak volt a testvére a Ronaldo. Azt ő mondta, hogy ezt csinálták a Louise-nak a kisugával, hogy 17 éves volt akkor Louise. Megmondja a Pötyike is, a Pistike, tudjátok a... Jó, elég volt a hőség. Lehet, hogy én vezetek, de most nem használok egeret, mivel egy kicsit pihentetem a kezemet. Itt is vagyunk. Itt kiteszlek, amúgy egy utcányira vehetek széjjel, de itt kiteszik, itt már nem fogják széjjel válni. Na, ezzel a karakterrel se találkozunk többet, már megdöglik. Nem tudom, hogy 500 dollárt adott. A csajok elkúrására jó lesz. Oké. Ezt a kocsit el is mentem. Jó, a színe nem tetszik, de nem minden a kinézet. A belső számít, my friend. A belső. Ha megmondta a Bözsinek a anyja is. Na jó, elég. Na, ez egy jó hosszú videó, sikerült. Én nagyon élveztem, gyerekek, komolyan mondom, majdnem. Jobban élveztem, mint a napsütés, nem? Azért nem. Na jó van. I know you know looks an eye. A golfkocsi mellé megfér a tampa is. Tampának írunk. A San Andreasban egészen máshogy nézett ki a tampa. Ma ilyesmi volt a tampa ott is. Jó, a kocsi volt ott is. Ezt jól elmondom. Na takarítsátok innen a parkoló izémből a levelet. Most! Na-na-na-na-na-na-na-na. Dúdolom most neked. Ebben már voltunk. Jó lesz az most egyelőre. Musica! Nem lehet menteni? Ja de, jó van. Mindig az a hülye izét látom Tonynak a fejét, mikor mentek BG. Na hagyjuk! Oké, jó lesz. Csörög a képzeletbeli ébresztő óra. Na hát ennyi lettem volna már a srácok. Bezárgéte Norbi. Színháztára. Na hát ez nagyon hülyeség volt így a végére. Nézzétek a kucut! Valami akcióhílbe érzi magát. Csövesre ráteszed a fegyvert. Hát szülő anyakend. Dead man. Ja, ő rá. Jaj, a Mikulás. A szegény Miki. Na mindegy, ennyi lettem volna mára. Egy selfie-t. Köszönöm szépen. Lehet egyet, Louise. Na jó, ennyi lettem volna tényleg mára. Szia. Stok.